Viszont jó a beadása, Pollák, és vezet az Újpest! Simon Krisztián! A 27. perc végén az a Simon, aki elmondta a meccs előtt, hogy ifistaként szórta a gólokat a Fradi elleni meccseken, most felnőtt szinten az első derbiért ugyancsak eredményes. Alaposan lemaradnak Tajci, Csőszmadián túljut, Marótin is. Jó a labdája Börnek. Börnéz középre, és ott a második, hogy öngól volt vagy sem, az alasítások alapján kiderül, minden esetre Tisza robbant be. Bőr révén kerülnek a védelem mögé. Jó helyre rúgja Tisza, be, és igen, a jobb oldal Tisza, Simon már rágyorsított, jön is a labda menetrend szerint. Simon középre, gyönyörű támadás, ott a harmadik gól. Érezhető volt a második félidő elején, hogy megvannak a területei a létszám fölényben játszó Újpestnek. Egyszerűen tökéletes ütemű volt Tisza átadása. Simon passza nem különben, Rajcinak pedig nem volt nehéz dolga. Íme. Őr tolja meg jó ütemben Balog mellett, Tisza vissza lövésre. Gyönyörű gól! Hely, mekkora gólt rúgott Mitrovics, káprázatosan találta el. Most minden összejön az Újpestnek. Megint egy tökéletes akció, egy káprázatos lövéssel a végén. Ahogy Tisza lekészítette, már lehetett érezni, hogy ebből lehet valami. Simonig jut el Mitrovics labdája, Simon középre, és ott az ötödik! És hátra van még 20 perc a mérkőzésből a hosszabbítással együtt. Rajci a gólszerző. Jobbnál jobb teljesítmények az újpestieknél, teljesen szétzuhant a Ferencváros, különösen a védekezés közben. Simek robog a jobb oldalon, Simek akár egyedül is befejezheti, és a kapufát találja el, de ez így gól. Ott a hatodik, Tiszáról bepattan ez is. Elképesztő. Mondom, hogy minden sikerül az újpestieknek. Simeknek nem sikerült a gólszerzés, Tiszának igen.